Ebben a mai videóban az időszakos böjtöléssel kapcsolatos hasznos infókról, tippekről lesz szó, és arról, hogy miként tudsz gyorsan lefogyni a segítségével. Üdvözöllek itt Ujjai Szabolcs Zoárt! A böjtölés azt jelenti, hogy adott időszakon át nem étkezünk, nem viszünk be szilárd ételt. Az időszakos böjtölés nem egy diéta, hanem egy rendszer arra vonatkozóan, hogy mikor étkezünk és mikor nem. Fontos azt tisztán látni, hogy az emberi szervezet nem arra lett kitalálva, hogy folyamatosan étkezzen, már pedig napjainkban nagyon sok ember, a nasikat is beleszámolva, naponta 5-6 alkalommal eszik, táplálkozik. Az ember az evolúciója során csak akkor evett, amikor volt mit ennie, mert tudott vadászni, vagy talált egy fát, amin gyümölcsök voltak. Tehát volt olyan is az életében, hogy hetekig nem evett semmit. Mivel a Homo sapiens fejlődése több tízezer évig tartott, biztosak lehetünk abban, hogy a nem evés akár hosszabb időn keresztül az teljesen része a génjeinknek. Tehát a böjtölés nem egy modern ember által kitalált szokás, hanem minden bizonnyal a legtermészetesebb eleme annak, ahogyan táplálkozhatunk. Az első lényeges tudnivaló, hogy a böjtölés messze az egyik legjobb módszer arra, hogy egészségi állapotunkon javítsunk, hogy csökkentsük az oxidatív stresszt a testünkben, és semmilyen diéta, gyógynövény vagy étel nem közelíti meg a hatékonyságát a zsírégetésben, a fogyásban. Tehát ha fogyni szeretnél, a böjtölésnél nem igazán van jobb és gyorsabb módszer. A böjtölés azért tud ennyire hatékony lenni, mind az egészségi állapot javításban, mind a fogyásban, mert először is a böjt alatt megemelkedik a növekedési hormonok szintje a testünkben. A különböző zsírégető hormonok közül a növekedési hormon messze a legerősebb, a leghatékonyabb a zsírégetésben. Másodszor a böjt alatt alacsony lesz az inzulin szintje, azért a hormoné, mely leginkább felelős a zsírok tárolásáért a testünkben. Tehát amikor böjtölünk, egyrészt nagyon alacsony annak a hormonnak a szintje, amely eltárolja a zsírokat, miközben megemelkedik annak a szintje, amely a zsírokat lebontja. Harmadszor a böjt alatt fokozódik az autofágia a testünkben, a májban, a zsírban, az agyban, az izmokban. Az autofágia egy evolúciós, önmegőrző mechanizmus, amelyen keresztül a test eltávolítja, méregteleníti a hibás sejteket, illetve újrahasznosítja őket, azaz új egészséges sejteket hoz létre belőlük. Más szóval, amikor hosszabb ideig nem eszünk, nem emésztünk a belegben, nagyon intenzív, öngyógyító folyamatok indulnak be a testünkben. A második hasznos információ, ha böjtölni szeretnél, hogy ha túl sok szénhidrátot fogyasztasz, cukrot, édességet, gabona termékeket, glutént, burgonyát, rizst, akkor ez nehezíti a böjtödet, mert ilyenkor nagyon gyorsan jelentkezik az étel utáni vágy, ugyanis a cukor, a glutén erős függőséget okoz. Azaz nagyon nehezen lehet úgy böjtölni, hogy a táplálkozásunkban a szénhidrátok nagy arányt tesznek ki. Tehát inkább sok fehérjét, zöldséget, zsírfélét fogyasszunk, és a szénhidrát nagy részét inkább gyümölcsökből, gyümölcslevekből, magvakból, nyersmészből vigyük be például, de belőlük is értelemszerűen mértékkel fogyasszunk. Ha tervezed a böjtölést, a harmadik javaslatom, hogy ne egyből egy 24 órás böjtel kezdjél, hanem első lépésben csinálj egy 12 órás böjtöt, majd pár nap után egy 18 órásat, majd pár nap után egy 24 órásat. Ezzel a módszerrel fokozatosan meg fogod tapasztalni, hogy a tested igenis jól tud alkalmazkodni ehhez az állapothoz, tudatosul számodra, hogy nem fogsz életben halni, és az energiaszinted sem lesz drámaian alacsony. Vegyünk egy példát, eszel este 6-7 óra között, majd másnap, amikor felkelsz, ne egyél mindaddig, ameddig nem érsz el éhségérzetet. Ha éhes vagy egyből, amikor felkeltél, ez azt jelenti, hogy még mindig túl sok szénhidrátot fogyasztasz. Tehát tegyük fel, délelőtt 10 óra körül leszel éhes, így hát ekkor egyél. Csak majd ezt a 10 órai étkezést napról napra folyamatosan, fokozatosan told előre, 11 óra, majd dél, míg végül összevonod az ebéddel. Így 1-2 hét után már csak dél körül fogsz enni, dél körül lesz az első étkezésed, és a második az este 6-7 óra között. Hasonló módszerrel, csak picit hosszabb idő alatt,
össze tudod hozni a 12-13 óra körüli étkezésed az esti étkezéssel, míg végül csak egy étkezésed marad délután vagy az esti órákban. A negyedik javaslatom, hogy a bőtöt lehetőleg ne olyan napra tedd, amikor nagy erőfeszítéseket kell tenned, például súlyokat emelsz, vagy órákon keresztül fogsz tárgyalni. Egyébként minél többször böjtölünk, annál inkább ez sem lesz probléma, tehát a szervezeted a böjt alatt sokkal nagyobb erőfeszítéseket is elbír majd az idő előre haladtával. Azaz a testünk fokozatosan hozzászokik ahhoz, ahogy egyre többet böjtölünk, és egy idő után kevesebb ételből ugyanannyi energiát tud majd nyerni. Az időszakos böjtölésnek három nagy formája van, ez az ötödik lényeges info, amit érdemes tudni róla. Az első forma az, amikor fogyasztasz folyadékot a böjtölés alatt, alacsony szénhidrát tartalmokat, például limonádét, teát, stéviával, húslevest, vizet, zöldteát, kávét, almaecetet. A második formája, amikor csak vizet iszol, ez a vizes böjt. A vizes böjt zsírégető hatékonysága 2-3-szor nagyobb a levegtel folytatott böjthöz képest. A harmadik pedig, amikor semmit sem iszol a böjt alatt, ez pedig a száraz böjt. A fogyás szempontjából a száraz böjt a leghatékonyabb, a vizes böjthöz képest további akár 2-3-szor több zsírt lehet égetni alatta, mert ilyenkor a testünk a saját vízkészleteinket használja fel. Ugye a testünk 70%-a vízből áll, tehát egyáltalán nem kell amiatt aggódni, hogy kiszáradó. A sivatagban a nomádok akár napokig is el vannak víz nélkül. A böjt alatt ajánlott mozogni, nyújtani, könnyed mozgásformákat végezni, ez lehet a hatodik javaslatom. A séta, a nyújtó gyakorlatok, a jóga, tai chi, ezek mind-mind segítenek abban, hogy az energia jobban áramoljon a testünkben, hogy jobb legyen az energiafelhasználás. Tehát a böjt alatt nem előnyös ülni, vagy egy helyben, vagy aludni egész nap. A hetedik tudnivaló, hogyha összetett vagy súlyos betegséged van, jól gondold át a böjtöt, mert mikor végzed, mert mikor csinálod, és ha nem vagy benne biztos, hogy ez biztonságos számodra, mindenképpen egyeztess ugye szakemberrel, orvossal is előtte. A böjtölés alapvetően mindenkinek ajánlható, de mivel minden szervezet más és más, ezért más-más mértékben reagálhat rá a testünk. Más szóval egy komolyabb betegség alatt megtapasztalhatsz akár súlyos negatív tüneteket is a böjt alatt, tehát oda kell rá figyelni. A nyolcadik információ, hogy az időszakos böjtölés nagyon ajánlható cukorbetegeknek, illetve olyanoknak, akik a prediabetes állapotában vannak. Az orvosok jelentős része ezzel teljesen ellentétes állásponton van, és nem javasolják a napi egyszeri étkezést cukorbetegeknek. Azt javaslom, hogy a kezdeti időszakban csak heti egy-két alkalommal próbáld ki, rövidebb ideig, figyeld meg a hatásait a szervezetedre, és ezt a tudást, ezt a tapasztalást is felhasználva dönts arról, hogy az orvos tanácsai szerint jársz el, vagy az szerint, amit megtapasztaltál. A kilencedik és egyben utolsó info a böjtöléssel kapcsolatban, az a böjt és a táplálkozás mélyebb megértésére vonatkozik. Minél többször böjtölsz, rá fogsz jönni, hogy valójában a korábbi étkezése ide jelentős része nem azért történt, mert éhes voltál, hanem azért, mert valamilyen érzelmi kapcsolódás volt az ételhez, az étkezéshez. Például a gyerekkorod óta megszoktad, hogy ugye naponta ötször étkezel, vagy az anya beléd nevelte, hogy meg kell mindent tenni, ami a tányéron van. És egyszerűen csak ezen megszokások miatt eszel, étkezel, és nem azért, mert éhes vagy. A második gyakori verzió, hogy valamilyen negatív érzelmi hatást próbálsz ellensúlyozni az étkezéssel, a csokival, a fagyival, megbántottak, elhagytak, nem szeretnek, nem érzem magamat jól. A harmadik gyakori eset a jutalomfalat, annyit dolgoztam, annyi mindent csináltam ma, hogy megérdemlem a sütit, a sört, a chipset, a fagyit. Ez is biztos ismerős. A böjtöléssel kapcsolatban fontos teljesen elfelejteni a reggeli, ebéd és vacsora szavakat, mert ugye ezekhez a szavakhoz rengeteg érzés, szokás, élethelyzet kapcsolódik bennünk, és ezek ugyancsak nehezítik a böjtünket.
Ha beszélsz róla, ha tudod azt, hogy létezik olyan, hogy reggeli, akkor a tudatalattid nehezít abban, hogy a reggeli étkezésedet elhagyd. Mert a reggelihez kapcsolódik a rádióhallgatás, a beszélgetés a munkatársakkal, a finom meleg kakaós csiga által okozott öröm, és sok más érzés, amelynek semmi köze nincs ahhoz, hogy a testednek ételre van szüksége, hanem szinte teljes mértékig az érzelmi kielégülésről szólnak. Azáltal, hogy egyre gyakrabban böjtölsz, egyre jobban világossá válik, hogy korábban nagyon sokszor nem azért ettél, mert a testednek tápanyagra volt szüksége, így ennek hatására az étel utáni vágyad is mérséklődik az idő előre haladtával. Ha érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, oszd meg olyanokkal is, akiket érdekelhet a böjtölés, a fogyás. Ha te is böjtölsz, kíváncsi vagyok a tapasztalataiddal, írd meg a hozzászólásokba, mert ezzel másoknak is tudsz segíteni. Ha még nem vagy feliratkozva a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmed, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!